Szeretettel köszöntöm Önöket! Bizony, még mindig tombol a nyár, és nekünk az a feladatunk, hogy szórakoztassuk Önöket, fontos híreket mondjunk el, és ezt a Tea Glóriával ma is meg fogja tenni. Aki nem ismerné műsorunkat, annak kínáljuk a weboldalunkat, www.teagloriával.hu. De van Facebook oldalunk, ahol különböző kulisszatitkokat árulunk el, vagy vissza lehet nézni eddigi vendégeinket, ami nem könnyű, mert már 17 éves a műsor. Ezen kívül ennek a műsornak van egy állandó telefonszáma, ami nagyon sokat segít abban, hogy kapcsolatot tartsunk Önökkel, vagy Önök, ha bármilyen kérdést szeretnének hozzánk intézni, vagy információra van szükségük, akkor hívhatják ezt a számot, amely így hangzik: 0620 9 340 330. Ezt reggel 9-től este 9-ig lehet hívni, lehet, hogy többször kell próbálkozni, mivel én veszem föl, hát én sem mindig közvetlen a telefon mellett ülök, hanem dolgozom, de biztos, hogy rám fognak találni. Csak a Tea műsorral kapcsolatban kérdezzenek, mert csak ebben tudok segíteni. És akkor még elmondom, hogy mikor lehet a műsorunkat látni. Szerdán este 21 órakor főműsor időben jelentkezik az első adás. Aztán csütörtökön 15 órakor megnézhetik az első ismétlést, pénteken is vagyunk 13 órától, szombaton késő délután 18 órától, és még vasárnap reggel 8-kor velünk ébredhetnek, tehát tulajdonképpen a hét majdnem minden napján és a legkülönbözőbb műsor időkben találnak ránk. És akkor már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi minden is lesz ebben a mai műsorban. Első blokkunk hagyományteremtők. Itt olyanokat mutatunk be, akik egyrészt őrzik a hagyományainkat, de teremtettek is. Hát ilyen a nemzeti vágta, vagy a fogathajtó világbajnokság, hát azt hiszem, hogy ez minden magyar szívét kitölti, szívesen nézi is meg. Mi most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy szeptemberben lesz a világbajnokság, október elején pedig a nemzeti vágta. Vendégem Szotyori Nagy Kristóf lesz, a Nemzeti Vágta verseny igazgatója. Ezután új utak az egészség megőrzésben. Minden hónap elején Péter fia Éva egészségfejlesztő szakértő a vendégünk, de most már lassan ő is a családunkhoz tartozik, hiszen várjuk hónapról hónapra, hogy milyen hasznos dolgokról fog nekünk mesélni, milyen tanácsokat ad. Mai témánk az, hogy tényleg kellenek-e új utak, új kutatások. Nagyon érdekes választ fogunk kapni, nagyon jó tanácsokat is fogunk kapni, és körbejárjuk azt, amit biztos Önök is hallottak már innen-onnan, hogy igaz-e, hogy 117 gyógynövényt be fognak tiltani. Ezután Test-Lélek-Szellem című műsorblokkunk következik, amiben a Lélek Napja fesztiválra hívjuk fel a figyelmet. Vendégünk lesz Malaja, a Sri Chinmoy alapítvány képviseletében, mesél nekünk erről a napról, és egyáltalán az alapítvány célkitűzéseiről, hogy megjelent a mesternek most ismét egy könyve, tehát számos érdekes dologról lesz szó, és higgyék el, nekem már a beszélgetés alatt nagyon jól fogjuk magunkat érezni, mert egy különleges aura lesz ilyenkor itt a stúdióban, és én azt hiszem, hogy ez eljut az Önök otthonába is. Majd, mivel Szilvásváradra látogattunk már az első blokkunkban, úgy gondoltuk, hogy Szilvásváradhoz kapcsolódik Piller István gyógyszerész úr is, hiszen ő pedig ott él, és mivel nagyon sok kérdés érkezett legutóbbi beszélgetésünkhöz is, így most megismételjük a lábfürdővel a vérkeringés javításáért című beszélgetésünket. Érdemes megnézni, még annak is, aki látta. Ezután egy kicsit pihenünk,
szép dalokat hallgatunk, aztán pedig jön a záróblokkunk az egészségünkre. Éliás Tibor egy teljesen új témára talált rá, persze mindig az önök segítségével, és ez nem más, mint a zsírmáj. Kedves nézőink, én remélem, hogy a mai műsorból sokat tanulnak, sokat informálódnak, programokat szerveznek majd, úgyhogy ehhez a mai műsorhoz jó szórakozást kívánok! Hagyományteremtők! Kedves nézőink, mindig örülünk, ha valaki nem csak őrzi a hagyományokat, hanem teremti is. Hát itt most mind a kettőről szó lesz, de azt is mondhatnám, hogy rendkívül érdekes programajánlóról lesz szó, és hogy miről is. Hát egyrészt a fogadhajtó világbajnokságról, valamint a nemzeti vágtáról Szilvásváradon. És hogy ki is lesz a vendégem, nem más, mint Szotyori Kristóf, a Nemzeti Vágta főszervezője, alapítója, megálmodója. Kedves Kristóf, hogyan is kezdődött ez az egész, hogy legyen fogadhajtó világbajnokság? Egy kicsit már beszélgettünk a Nemzeti Vágtáról is, de kezdjük most előről. Én is köszöntelek, köszönöm a meghívást. Ugye idén 100 éves a Magyar Lovasport Szövetség, azért ez egy jubileumi év, és gondoltuk, hogy azért jó lenne ezt emlékezetessé tenni. Ugye az évben már több kiemelt esemény volt, de mindenképpen szerettünk volna egy igazán nagyot alkotni, ami előtt állunk, és reméljük, hogy így is lesz. Ugye amellett, hogy 1924-ben alakult a Lovasszövetség, 1984-ben, tehát 40 éve rendeztünk Széndásváradon fogadhajtó világbajnokságot, négyes fogadhajtó világbajnokságot, akkor egy kicsit más korban, de egy nagyszerű esemény volt, nagyszerű magyar sikerekkel és hát rendezéssel. Akkor még úri huncutság volt? Így van, és beadtuk ugye a Nemzetközi Lovasszövetségnek a igényünket, megpályáztuk, ezt meg tudtuk nyerni, és most itt vagyunk egy nappal az esemény előtt. Meg tudtuk kapni, közben ugye Szilvásváradi aréna az megújult, egy megfelelő, a modern sportnak elvárásainak megfelelő komplexumot épült, ami lóvanak, nézőknek, versenyzőknek kielégítő, ugye maga Szilvásvárad pedig hát a magyar turizmus egyik égköve, ha lehet így mondani, így a Bükk-hegység lábánál, és ezek összetevője hozta azt, hogy végül is a Nemzetközi Lovasszövetséggel ezt az időpontot, ezt a szeptember első hétvégét találtuk meg, a Nemzeti Vágtának pedig szintén már tradicionális, vagy hagyományosan, igen, inkább így mondanám, az időpontja az a szeptember vége, október eleje, idén az október 5-6-ára jön ki ez a dátum. Akkor kezdjük egy kicsit a helyszínnel, hiszen ha valamikor ez volt az ős helyszín, most viszont, ahogy mondtad, teljesen megújult. Még arra is utaltál, hogy a lovaknak sokkal jobb. Miért? 250 férőhely, boxos férőhely épült, hát még 40 éve állásba álltak a lovak, és sokkal szűkösebben voltak. Egy megfelelő terület van a lovak elhelyezésére, a lovak ellátására. Épült egy nagyszerű stadion, ahol nagyon jó a talaj. Ugye a díjhajtás és akadályhajtás rendeződik ott, és a nyitó és a záró esemény, hiszen erre nagyon alkalmas és jó a világítás is, tehát akár esti fényben is lehet a rendezvényt szervezni, és megvan a megfelelő háttér a melegítésekre. És épült egy új maratonpálya, ami mondjuk a négyes fogadhajtó világbajnokságnak és magának a sportnak is a leglátványosabb eseménye, az pedig a szilvásváradi Ménesudvar mellett egy völgyben épült, tehát a 8 akadályt a néző igazából egy helyről áttekintheti. 84-ben azért kilométereket kellett gyalogolni, és azért ez nem működött, hogy lássák egy kedvenc hajtóikat a nézők. Most ugye 9 magyar van a mezőnyben, 14 ország és 42-3 induló lesz, tehát lesz a magyarokért miért szurkolni, és úgy gondoljuk, hogy így egybe lesz az esemény. Szerdán este van a nyitóünnepség, és péntek este egy hungarikum elnevezéssel egy lovas
show műsorral próbálunk kedveskedni, hiszen a nemzetközi világ azért mindig megcsodálta a magyar lovas tradíciókat, ezekből próbálunk szemezgetni, és hát természetesen a nézők számára is próbálunk egy olyan előadást adni, ami nem csak a sportról, hanem magáról a showról is emlékezetes. A fellazulás, az élvezetek. Azt én tudom, hogy a stadionnak kiváló a lelátója, hiszen tavaly is már részt vettünk a Nemzeti Vágtán, de hogy látnak, mondta, hogy a hegyről? De ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a maratonpálya az nem a stadionban rendeződik, igen, hanem ez egy terepálya, és ez egy völgyben, onnan a Ménes udvar, Szilvásvárad egyik oldalán van felépítve, egy völgyben, és a völgy alatt a nézők, tehát a völgynek a felső részén álló helyzetből láthatják, aha, hogy az akadályokban a négyes fogatok hogy teljesítik azokat az akadályokat. Nyilván a megfelelő közvetítést próbáljuk megadni magyar és angol nyelven, és azt az újítás és a 40 évhez között a nagy különbség, hogy nem kell ezért lesétálni az embernek a lábát, hanem egy helyszínről tud izgulni a hajtókért. Ez igen. Minden sportnak megvannak a maga szabályai. Itt hogy jutunk el ahhoz, hogy a végső világbajnoki címen kiáll fel a dobogóra, ugye csapatban és egyéniben van világbajnokság, ugye 3 nap maga a verseny. A díjhajtásból, a maratonhajtásból és az akadályhajtásból áll, különböző módon hibapontokat szereznek, és aki a legkevesebbet szerzi, az lesz a világbajnok. A csapatok pedig 3 hajtóból állnak országoknak a csapatai, és ott is az a csapat fog nyerni, aki az összeadott eredmények után a legkevesebb hibapontot szerzi, és így lesz csapat és egyéni világbajnokunk. Milyen helyet foglalunk mi el a világmezőnyben? Ez egy jó kérdés, mert 84-ben egy megismételhetetlen győzelmek voltak, ahol a magyarok voltak az első 3 helyen, és megnyertük a csapatversenyt, akkor még Fülöp Herceg is az angol csapat tagjaként hajtott. Most azért nincsenek ekkora esélyeink. Azt gondolom, hogy ha csapatban a 6-ban végzünk, és a legjobb hajtóink az első 10-ben lesznek, azt gondolom, hogy az egy megfelelő eredmény lesz szerintem, akkor leszünk elégedettek, ha a sportról beszélünk, ha mindenki a saját tudásához képest a legtöbbet adja. Az én szerepem viszont inkább a show programban jön le, hogy ezek az események jól sikerüljenek, és hát nem csak az országon belül, hanem az országunk túl egy ilyen világbajnoki mezőnybe, ahol argentinok jönnek, Ausztráliából jönnek, és Európa számos országából, meg Egyesült Államokból is, hogy ezekben az országokban el legyen víve a híre annak, hogy reményem szerint sikeres showprogramok voltak, és látványokkal tudjuk emelni a világbajnokságnak a színvonalát. Mikor kezdtek el készülni mindenre? Maga a világbajnokság már 1,5 éve kaptuk meg, úgymond a rendezés jogát, ebben az évben belehúztunk, és az utolsó 3-4 hónapban pedig teljes gőzzel készülünk erre, hogy jó legyen. Ez egy többnapos rendezvény, gondolom, hogy itt azért el is kell látni a vendégeket, úgy szállással, mint megfelelő étkezéssel. Erről van ott valami gondoskodás? Hát elég nagy a Szilvásváradnak a befogadó képessége. Most az új utat is megújították Egerről ennek az eseménynek a kapcsán, és hát rengeteg szállás van, rengeteg vendéglátás van, és úgy gondolom, hogy erre készen állunk, hogy ahogy tavaly a Nemzeti Vágtán is közel 10 000 ember volt vasárnap, itt is abba bízunk, hogy megfelelő időjárásnál a maratonhajtáson, szombaton és vasárnap a akadályhajtáson, a végső záróünnepségen lesznek ennyien. Szerintem fel van erre Szilvásvárad készülve, hiszen ahogy mondtam, azért a turizmusából adódóan ő azért a vendéglátás játssza a főszerepet. Mennyire segítőkész, ha nem kulisszatitok maga a polgármester úr és az egész önkormányzat? Teljesen velünk van, és az eseménnyel van, hiszen a Ló és Szilvásvárad egybefonódott, uh-huh, és Szilvásvárad a Nemzeti Vágtán indít lovat is, amit az önkormányzat indít. Természetesen itt szilvásváradi fogat is lesz a világbajnokságon, lipicai lóval,
jött egy megfelelő összhangban a település vezetés és a lovas részről lévő vezetés között. Akkor viszont most térjünk rá a Nemzeti Vágtára, ami meg hát azt hiszem minden magyarnak szíve csücske. Köszönöm, október 5-6-án lesz. Ugye lezajlott 13 elővágta, 4 a határon túl, összeállt a mezőny, szeptember 24-én lesz a sorsolás, és hát a fő esemény a 60 település vesz részt a magán a rendezvényen, szombaton lesznek az elődöntők, vasárnap a középdöntők és a döntő, de hát természetesen a kísérőprogramok is lesznek, a fogatvágta, amit már jól ismernek a nézők, és annyi gyerek akart ebben részt venni, hogy egy kicsit az újítás mindenképpen az, hogy a gyerekeket is egy két korcsoportba bontjuk, a 10-14 év közöttiek a huszár gyerekek indulnak pónilovakkal, és a 14-es idén a 17-18-nak is lehetőséget adva, 18 éves korig pedig a kis huszár vágtába mennek, tehát ez is lesz. De hát azok a kísérő programok, ahol ilyen hagyományőrző csata jellege, kocsitolás, igen, kocsról már szállítják is a kocsikat, és az még kérdés, hogy kik fogják tolni, de lesz kocsitoló verseny. Természetesen lesz ilyen látványos ugras és hajcs verseny, és lesz a méneshajtás, és olyan kaszkadőr jelenetekkel ötvözött látványos nagysebességű programok, amik ugye az ovális pályából adódóak, hiszen azért erre egy speciális pálya épül a stadionon belül, egy ovális pálya, ami körülbelül 300 méter átmérője van, ahol a futamok is lesznek, és lesznek a showprogramok is. Hát én azt hiszem, hogy ez annyira izgalmas, és olyan sokszínű, sokrétű program, hogy nehéz is mindezt elmondani. Gondolom, hogy utána lehet nézni ma már az internet világában weboldalon. Így van, a vágta.hu felületünkön minden platformon ott vagyunk, és ahogy közeledik az esemény, a programpontok is bemutatásra kerülnek, és hát felkerül természetesen a program is, és az időbeosztás is. Tehát szombaton vannak a felvezető események, és vasárnap vannak a döntők. Mind a két nap vannak showprogramok, és azt gondolom, hogy érdemes feljönni, hiszen maga az a hangulat, ami ott a Szalajka vízesésnél van, a Bükkhegység lábánál az egyedi, és ha elkezdődnek a programok, akkor folyamatosan egy forgószínpadszerűen jönnek az események, és csak győzzük korosztály nélkül, hiszen a gyerekek is, és a felnőttek is nagyon leszokta őket kötni maga az esemény. Én azt gondolom, hogy én is tudunk egy megfelelő színvonalas programot nyújtani. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program, és össze lehet kötni kirándulásokkal. Ülnek a lelátón, de érdemes végigmenni Szilvásvárat csodás erdei útján, föltöltődni, enni, inni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó program. Én kérem önöket, hogyha lehet már most írják be maguknak, hogy ide el kell menni. Ráadásul én azt hiszem, hogy az időjárás is nagyon velünk lesz, mert nagyon szép szeptembert ígérnek. Tavaly nagyon jók voltunk, és itt viszont van fedett lelátó is, tehát azért úgy talán ez se lehet gond, de reményeink szerint folytatódik ez a jó időjárás. Így legyen, tü-tü-tü. Így van. Akkor én arra kérném önt, hogy invitálja meg nézőinket. Mindenképpen mindenkit szeretettel várunk a Szilvásváradi 4-es fogadhajtó világbajnokságon péntektől vasárnapig, és utána egy hónap pihenés után, iskolai programok és a szürke hétköznapok után kiszakadva Szilvásváradon a Bükkhegység lábánál október 5 és 6-án a 17. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtán. Kedves Kristóf, nagyon köszönjük, hogy ide szaladt hozzánk mindezt elmondani. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, tudják, hogy mindig keressük, hogy milyen új megoldások vannak, és ha érdekes dologra találunk, akkor azonnal megmutatjuk önöknek. Blogsorozatunkban, ahogy önök ezt már megszokhatták minden hónap elején, vendégem Péter Fia Éva, egészségfejlesztési szakértő,
és én nagyon köszönöm, hogy az idődet ránk szánod, mert nekünk nagyon fontosak ezek a tanácsok vagy hírek, amiket tőled kapunk. Alcímünk: kellenek-e az új utak? Hát ez nagyon érdekes, és én meg is kérdezem, hogy tényleg, hát miért kellenek? Nagyon megváltozott az életünk, az elmúlt 100 évet vesszük csak figyelembe, egész másokkal foglalkozunk, másra tevődött a hangsúly. 100 évvel ezelőtt nem voltak gépek, sokkal nehezebb volt a munka, amit elvégeztünk. A háztartási munka is sokkal nehezebb volt, tehát a nőknek is, férfiaknak is egyaránt. Ez ugye azt jelenti, hogy többet mozogtak régebben az emberek, sokkal kevesebbet ültek. A közlekedés is nagyon megváltozott. Ugye nem ülünk be egy autóba, meg metró, meg villamos, meg ilyesmi. 100 évvel ezelőtt nehezebben volt elérhető, sokkal többet gyalogoltunk. Tehát egészen másfajta dolgokat csinálunk. Televízió egyáltalán nem volt. Tehát az, hogy rengeteget olvasunk, számítógépet nézzünk, meg a televíziót nézzük, ahelyett, hogy a rónát néznénk, és nagyon messze távolra fókuszálnánk. Vagy kukoricát morzsolnánk, és úgy mesélnénk. És egymásra néznénk, ami ugye egy nagyobb távolság, sokkal természetesebben mozog közben a szemünk. Amikor ezt a kék fényt, akár telefont, akár számítógépet, akár tévét nézzük, akkor gyakorlatilag kimerevedik a szemünk, szárazság érzése is van, mert sokkal kevesebbet pislogunk, mint amikor csak egymás között beszélgetünk. Úgyhogy ez az egyik ok, hogy minden más, minden megváltozott. Az is megváltozott, hogy mennyivel tovább élünk. Régen sokkal rövidebb ideig éltek az emberek, most már nem ritka a 80-90 éves kort megért ember is, bár Magyarországon nem ez az átlag életkor, de azért ez nem egy ritka dolog, hogy sokáig élünk. Mivel sokkal tovább élünk, sokkal tovább kell az agyunkat is, szemünket is, izmainkat is, csontunkat is egészségesen tartani. Emiatt kellenek az új utak, mert az életünk megváltozott, ugyanakkor sokkal hosszabb ideig van szükségünk arra a testre, ami nem arra készült, nem arra gyártották, amit most mi csinálunk vele. Hát igen, már szinte robotszerűen élünk, megyünk egyik elől a másikra, és akkor még nem mondtad az étkezést, hogy régen kihúztuk az új hagymát a földből, és már rágicsáltuk. Most meg feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk. Régen kisebb termeléseket csináltak, most nagyüzemi gazdaságot csinálunk. Hát ugye a Gödöllői Agrártudományi Egyetem méri 1948 óta az élelmiszereknek az ásványi anyag és vitamin tartalmát. Hát nem javaslom, hogy bárki is megnézze. Borzasztó, hogy milyen drasztikusan csökkent. Mondjuk a káposztáé 99%-kal lett kevesebb az 1950-eshez képest. Tehát tulajdonképpen inkább ballasztanyagot eszünk, és nincs benne az a sok vitamin meg ásványi só, ami kellene? Igen. Mert ugye most az a lényeg, hogy minél több legyen a termelés, minél több paradicsom legyen, meg minél több káposzta, és nem arra figyelünk, hogy azok minőségi élelmiszerek legyenek. Ez mindenben így van, tehát a mennyiség az nagyon gyakran a minőség rovására megy. Szóval megváltozott az életünk, ha mindezt összegezzük. Igen. Az új utak miket kutatnak, vagy milyen irányban próbálnak segíteni? Hát több irány van. Az egyik és a legfontosabb kutatási irány az az, hogy mit lehet csinálni ezzel a megnövekedett élettartammal. Ez nagyon sok szempontból fontos. Ugye már a gyerekek születésénél is fontos. Régebben, 100 évvel ezelőtt, 18-19-20 éves korukban szültek a nők első gyereket. Az én fiatal koromban, vagy édesanyám korában a 20-22-25 az volt egy teljesen normális átlag.
Ma pedig az első gyerek megszületése 30 éves kor fölé tolódik. Ahhoz viszont, hogy ez megtörténjen, frissen kell tartani a petesejtünket. Ahhoz, hogy el tudjunk élni 90 évig is, az összes többi sejtünket is frissen kell tartani. És erre keresnek megoldásokat a kutatók, hogy ezeket hogy lehet megcsinálni. És itt az új utakba jönnek az új hatóanyagok. Ugye beszéltünk már erről a NAD Plus nevű új hatóanyagról. Igen. Nincs is neki nagyon neve, van neki egy gyönyörű latin kifejezése, de ez gyakorlatilag egy enzim, ami a szervezetünkben van. És azt is tudjuk, hogy 40 éves kortól kezdve ez nagyon drasztikusan csökken, ennek a termelődése is, és azt látjuk, hogy az új utakban és az új hatóanyagokban, például ez a NAD Plus, ez egy olyan hatóanyag, amiről tudjuk, hogyha bevisszük a szervezetbe, akkor fiatalon tartja a sejteket. Van egy energiaközpont a sejteken belül, és ezt az energiaközpontot aktiválja, és sok felé is kutatnak a kutatók, ugye egyrészt a régi bevált gyógynövényeket vizsgálják, hogy azok milyen formában hatnak, hogy milyen úton képesek hatni, tudjuk, hiszen több ezer éve használja az emberiség, de mégis mik azok a hatóanyagok, amik benne vannak, ez az egyik út. A másik út az új hatóanyagok keresése. Ugye, vannak még olyanok, amikről esetleg nem tudunk? Rengeteg. Hát ez a NAD Plus se nagyon régi hatóanyag. Uh-huh. Aztán egy másik hatóanyag, amit én nagyon kedvelek, az egy PQQ nevű, annak sincsen más, van csúnya latin hosszú kifejezése, de így érdemes megjegyezni, hogy PQQ. Ez az agyunkat tartja karban, picike kell belőle 20 mg a kutatások szerint, és nagyon-nagyon jól frissen tartja az agyat, javítja a keringést, stroke után, nagyon meggyorsítja a gyógyulási folyamatokat, a demenciát, leépülést, ezeket úgynevezett agyi degeneratív folyamatokat, ezeket is nagyon-nagyon jól le tudja lassítani. És ez egy teljesen új hatóanyag, eddig nem tudtuk, és hogy ez még így kutatás van. Szintű, vagy most már azért eljuthat a nagy közönséghez? Ez eljuthat a nagy közönséghez, nekünk is vannak olyan termékeink, amiben ezek megtalálhatók, a NAD Plus és a PQQ hatóanyag is. Ugye mi mindig igyekszünk úgy összerakni a készítményeket, hogy a modern és a régi, de bizonyítottan hatékony együtt legyen benne egy-egy kapszulába, és együtt segítse azokat a folyamatokat, amik ehhez a megváltozott feltételrendszerhez kellenek. Ön előbb említetted azt, hogy ugye jóval később szülnek a nők, vállalnak gyereket, de hát tulajdonképpen ahhoz tényleg mindenüket meg kéne egy kicsit javítani, az érhálózatot, mert ugye régen ebbe akkorban már nem is nagyon engedték, hogy szüljenek, mert hogy nem elég rugalmas az érhálózat, vagy nem, nincs már annyi hatóanyag, nem tudom. Tehát ez nagyon sok kihívást jelenthet, hogyha ez így megy tovább. Igen, de ezt a kísérletet, ezt egy ausztrál egyetemen folytatják, és az már, ugye mindig minden kísérletet és vizsgálatot először állatokkal, egerekkel, patkányokkal végeznek, és aztán utána kezdődnek az embereken végzett vizsgálatok. Azt már nem kísérletnek nevezném, mert addigra már az biztos, hogy ezek semmiképpen se ártalmas hatóanyagok, csak azt kell megnézni, hogy ugyanazt a hatást el lehet-e érni emberbe is, mint egy kis állatba, és ha igen, akkor mekkora dózist kell adni hozzá. És az teljesen jól kimutatható, ez könnyű eljárás, sokkal könnyebb, mint egy mesterséges megtermékenyítés, és persze arra is szükség lehet, de annak a hatékonyságát is növeli, hogyha a petesejtek épek, energikusak, és
alkalmasak arra, hogy megtermékenyítsék őket. Gondolom, arra külön tímek vannak, akik először eldöntik, hogy milyen irányba kell kutatni, és aztán jönnek a kutató szakemberek, biokémikusok, nem tudom én kik, akik ezt felülvizsgálják. Szóval, hogy ki dönti el, hogy mi a jó kutatási irány? Hát vannak problémák, amikre megoldásokat keresünk, vagy keres az emberiség, mert az, hogy nem akarjuk, hogy elbutuljunk, azt senki sem akarja. Tehát ott állunk, és akkor látjuk, hogy egyre ki megy az életkor, egyre többen kezdenek feledékenyek. Régen is feledékenyek voltunk, ennek van egy normális menete, de hát ahogy az idő előre halad, ez egyre nehezebb és egyre súlyosabb. Ha hamarabb meghaltunk, lesz. Nem tűnt fel, hogy na már nem emlékszik bizonyos dolgokra. És úgy, tehát hogy itt van egy probléma, amire mindenki megoldást szeretne találni, és akkor vannak kutatók, akik próbálkoznak. Van nagyon-nagyon sok hatóanyag, van nagyon sok gyógyszer hatóanyag is, és van nagyon sok étrend kiegészítő vagy ételben használt hatóanyag is. Azt azért elmondanám, hogy nagyon kevésből lesz valóban bizonyítottan hatékony készítmény. Gondolom, ez éveken keresztül történik a vizsgálat, nem igen. Olyan, hogy jaj, megtaláltuk a mocsári nyenyőcét, és ez milyen jó, és együk. Így van. De van olyan is, hogy tudjuk, hogy a mosári nyenyőcét azt eszik, vagy mit tudom én, a ginkgo bilobát, bakopát, gottukólát, ezeket hol a nyugati, hol a keleti társadalmak évezredek óta aha. Ették. Tehát azért lehetőség szerint az a jó, aminek van múltja. Az a jó hatóanyag, amit már évezredek óta... Hát ami évezredek óta bizonyított, az évezredek az óta van. Bizonyított. És akkor emellett és akkor keresnek emellett újat? Keresnek új hatóanyagokat, vagy nagyon gyakran emellett megtalálnak olyan élettani folyamatokat, amiknek a rásegítését például enzimekkel, koenzimekkel meg tudják valósítani. Hát az az igazság, hogy nem gondolunk mi ennyire bele, amikor otthon éppen beveszünk egy kapszulát, hogy tulajdonképpen mik az előzményei, mennyi munka, mennyi kutatás, mennyi ellenőrzés van benne, és ilyenkor jó egy kicsit ebbe belegondolni, hogy mennyi munka van bele. Na de, nem tudom, hogy önök is hallották-e, média foglalkozik vele, olvasni lehet róla, és hát hozzád fordulnánk, hogy igaz-e az a hír, hogy 117 gyógynövényt be akarnak tiltani? Ha rövid válasz az, hogy igaz. Sajnos. A hosszú válasz az, hogy ezeknek a nagyobbik többsége az gyógynövény hatóanyag, és nem magukat a gyógynövényeket tiltják be, csak kapszula formába nem engedik forgalmazni. De hát ez elég furcsa. Mondok két olyan példát, amin keresztül meg lehet érteni. És egyébként ezzel a kettővel én teljesen egyet is értek. Tehát az egyik az a fahéj. Ugye a fahéjat bekapszulázzák, és akkor kapszula formájába lehet megvásárolni és fogyasztani. Ezzel én korábban sem értettem egyet. És ez egy tiszta tömény fahéj? Ez tiszta tömény fahéj. Hát az elég sok fér egy kapszulába belőle, úgy hát bizony. Az veszélyes, nem? Hát ezt mondjuk, vagy ezt mondja az új javaslattevő szakemberek is, hogy nagyon sok fér a kapszulákba. Sokféle hatása van, nagyon jó hatásai vannak a fahéjnak, és senki sem mondja, hogy ne együnk fahéjat. Azt mondják, hogy ne kapszulába együk. És miért mondják? Azért, mert azért az étrend kiegészítő iparban az ár az nagyon fontos. És a legtöbb fahéj étrend kiegészítő az a kínai fahéjból készül, mert az a legolcsóbb. És az más, mint amit mi akár és az itt... más, mint a ceyloni. Uh-huh. Sokfajta fahéj van egyébként, fűszernek bármelyik tökéletesen alkalmas, ugye picike mennyiség.
De ha a kapszulából szedek háromszor egyet, kettőt, hármat, akkor már mondjuk a kínai meg a ceyloni között az a nagyon nagy különbség, hogy a kínaiban van egy olyan hatóanyag, ami a véralvadást gátolja, és befolyásolja a véralvadás gátlók működését is, abban a mennyiségben mindenképpen, ami a kapszulákban van. És ezt az átlagember nem tudja? Az átlagember csak... egyáltalán nem tudja, és azt se tudja, hogy a ceyloni fahéjban ez az anyag fele, egynegyede annyi. Tehát, ha kapszullába akarunk enni fahéjat, vagy én mindenkinek azt szoktam javasolni, akinek magas vérnyomása van, cukorbetegsége, hogy egy-egy kis kanálnyi fahéjat egyen meg minden áldottnak. Én például palacsintára imádom a fahéjat, ha nem is fahéjas a palacsinta, mert valahogy jobban feldolgozom az édes palacsintát. Tökéletes, csak ceyloni fahéjat vegyél. Ha, jó, ezen túl oda fogunk rá, tessék, megint egy jó tanács. Tehát, hogy nem kínait, és tény, hogy a kínai a legolcsóbb. Filérek pár száz forintért meg lehet kapni. De hát a saját egészségünk. De ha mondjuk rengeteg mennyiség, tehát nagyon nagy mennyiségben esszük meg, már pedig bekapszulázva nagy mennyiségben esszük, és műtétre kerül a sor, és a műtét után komplikáció lép fel, mert mi eszünkbe se jut elmondani a sebésznek, hogy esszük a fahéjkapszulát, ő neki meg eszébe nem jut, hogy megkérdezze tőlünk, hogy eszünk-e fahéjkapszulát, és a véralvadási időnk nagyon más. Nem gyógyul a seb, vagy hát nem, hogy nem belső vérzést. Hanem vérzések keletkeznek a műtétek közben, ami nem annyira nagyon optimális. Tehát ezért én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy egyen fahéjat, de ceyloni fahéjat egyen, ha ennyire nagy mennyiség. Tehát, hogy fogalmazom, fűszernek bármi jó, de ha kúrába szeretnénk, tehát a vércukor szintünket akarjuk vele csökkenteni, ahhoz egy teás kanálnyit kell megenni körülbelül naponta, nem baj, de ceylonit tegyünk. Remélem, kedves nézőink, hogy megjegyezték. És ami kapszulában van, az kínai, majdnem mind. Jó, ez a fahéj. Mi a másik, amiben? Kurkuma. Kurkuma. És tehát a miért? Kurkumát se fogják betiltani. Tehát lehet venni fűszerként kurkumaport. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem csinálunk ízületi megbetegedésekre kapszulát, és hát, hogy a kurkuma az mennyire jó. És mondtam, hogy oké, az tényleg nagyon jó, meg utána is néztem a kutatásoknak is, de aztán azt látom nagyon-nagyon sok kutatásból, amit nem étrendkiegészítő gyártó rendelt meg a saját termékének a bizonyítása céljából, hogy a kurkuma nagyon jó ízületi gyulladásokra, de akkor a leghatékonyabb, hogyha egy kis vajban, zsiradékban megpirítjuk. Egyébként így használják Indiába is. Tehát Indiába nem jut eszébe senkinek kurkuma kapszulát szedni, hanem ők megpirítják és megeszik, és nincs is ízületi problémájuk. De érdekes. És sokkal hatékonyabb így. És sokkal olcsóbb is. És a kurkumát lehet kapni. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell annyira kétségbe esni, mint amennyire a szalag főcímeknél kétségbe estünk, mert nem a gyógynövényeket tiltják be, hanem étrendkiegészítő formában nem fogunk tudni bizonyos gyógynövényekhez hozzájutni. De én mindig el fogom neked mondani, hogy mit kell helyette csinálni. Hát és akkor egyre fontosabb lesz. Ó, hát ez nagyon jó, hát így egyre fontosabb a mi kis minden hónap elejé beszélgetésünk. Tehát azt mondod, egy pillanatra visszatérve, hogyha egy kis vajat beteszünk egy serpenyőbe, szórunk bele kurkumaport, és azt aztán egy pirítósra rákenjük, az úgy jó. Tökéletes. Sokkal hatékonyabb. Vagy hát lehet hitték belőle, volna? Lehet belőle úgynevezett aranytejet csinálni, az igen, nagyon jó pofa és isteni finom. Ahhoz én még tennék hozzá egy kis gyömbért,
és akkor leönteni akár rendes tejjel, akár aki nem eszik már rendes tejet, mindenféle flinces, flancos magtejekkel is lehet belőle aranytejet csinálni, és akkor ennek azért egy kicsit arany, mert olyan mert ilyen színe sárgás lesz. Színe lesz, és utána kicsit felhabosítani. Téli estéken ugye a kurkumának is, a gyömbérnek is ilyen meleg hatása van, tehát nyáron nem javaslom ezekben a forró időszakokban, ezek kifejezetten téli gyógynövények, nagyon nagy mértékben segítenek a keringésnek a helyreállításában, fokozásában, javításában, téli estén tökéletes. Kicsit lehűlt teszünk bele mézet, ugye mézet mindig úgy teszünk az ételbe, hogy 50 fok alá hűtjük, mert 60 fok felett már a méz nagyon sokat veszít a tápanyag tartalmából. Hát most nagyon sokat tanultunk ebben a mai adásban, és én előre köszönöm, ha ezt majd így folytatjuk. És akkor várjuk ezt a szokásos kis rövid összefoglalót, mert azt mondták, hogy nagyon jó, hogy utána még egyszer elmondjuk röviden, ami a lényeg. Tehát az új utak nagyon fontosak az egészség megőrzésében. Megváltozott az életmódunk, ehhez alkalmazkodni kell. Vannak új hatóanyagok, amiket érdemes elővenni és használni, hiszen nagyon-nagyon sok problémára jók lehetnek. És a gyógynövények, azok mindig gyógynövények maradnak, több ezer éve használjuk őket, most is fogjuk tudni. Nem kapszulába, hanem úgy, ahogy 100 éve is csináltuk. Leszedjük, megesszük, kicsit megmelegítjük, gyógyteát készítünk belőle. Nem fog ez különösebb problémát okozni. Mindennapi embernek semmiképpen, főleg, hogyha megtudja, hogy hogy lehet alkalmazni helyesen, még hatékonyabban ezeket a készítményeket. Kedves Éva, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és várunk az újabb jó tanácsokkal októberben is. Köszönöm szépen. Test, lélek, szellem. Kedves nézőink, nagyon sokszor elmondjuk, hogy valódi egészség, harmónia e három egysége nélkül biztos, hogy nincsen. Hát most egy nagyon-nagyon érdekes és szép programra szeretnénk felhívni az önök figyelmét, ugyanis Lélek Napja Fesztivál lesz. Hogy mi is ez? Hát erről fogunk beszélgetni Malajával, a Sri Chinmoy Alapítvány képviselőjével, és hát reméljük, hogy sok mindent megtudunk erről a napról, meg egyáltalán az alapítványról, magáról. Szeretettel üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm én is, szeretettel köszöntöm én is a nézőket, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Mikor is beszélgettünk legutoljára? Hát ez jó pár éve volt, azt hiszem 2012 így talán. Így van, meg 13-ba, hiszen rendszeresen vannak ilyen nagyon jó rendezvények. Igen. Akkor kezdjük egy kicsit azzal, hogy tulajdonképpen mi ez az alapítvány, és ki is az az ember, akire ilyenkor egy fesztivál alkalmával emlékezünk. Ugye a Sri Chinmoy alapítványról van szó, a névadója Sri Chinmoy, ő egy Indiából származó, New Yorkban élő békefilozófus, spirituális mester, író és költő, nagyon sok oldalú ember volt, aki a belső gazdagságot tárta fel és kínálta fel a világnak, a belső békéhez mutatott utakat, a belső jó érzéshez, a boldogsághoz, a valódi beteljesedéshez az életben. Ő tartott békemeditációkat az ENSZ-ben, a világbékefutást indította el, ami egy nagyon nagy szabású rendezvény, adott koncerteket, nagyon sok könyvet írt, festett, tehát hogy nagyon-nagyon sok oldalú volt, ami meglepő egy spirituális mestertől, mert ugye az a kép szokott a fejünkben élni, hogy ők félrevonulnak a világtól, a csendben, a csak meditációban élnek. Igen. Hát ő volt az a mester, aki nekem 180 fokban megfordította a képemet, ami bennem élt a meditációs tanítókkal kapcsolatban. Egy hihetetlenül aktív életet élt, és ő azt is tanította, hogy mi alapozzuk az életünket egy belső békére, de külsőleg éljünk egy aktív életet, és a kettőt kapcsoljuk össze.
Mert mondhatjuk azt, hogy ha rendben van a lelkünk, akkor szívesen foglalkozunk akár a művészetekkel is, mert csak egy szép lélek tud művészetet, alkotást létrehozni. Igen, tulajdonképpen az ő művészetének a Jarna Kala nevet adta, ami azt jelenti, hogy forrás művészet. Ez azt jelenti, hogy az ő képei, rajzai, azok egy belső forrásból törnek elő, tulajdonképpen egy lélekből fakadnak. És amikor az ember szemléli ezeket a képeket, ez is egy út tulajdonképpen a meditációhoz, a lecsendesedéshez, vagy hogy egy pozitív érzést kapjunk. Ez a színek és a formák nyelvén mondja el tulajdonképpen, hogy mi az, ami bennünk rejlik, amit aztán meditációval meg is tapasztalhatunk. Mielőtt tovább lépnénk, akkor mondjuk el, hogy mikor lesz a léleknapja. Ez a léleknapja fesztivál szeptember 8-a vasárnap lesz, 10 órától kezdődik a Lurdi házban, ott az első emeleten. Nagyon szép a berendezése egyébként, nagyon szép dekorációt szoktak a lányok csinálni. Ez egy egész napos program, lesznek koncertek, többféle együttes fog fellépni, Gunagrihának lesznek az előadásai, őt nagyon Igen. sokan szeretik, nagyon sokan hallgatják, lesz vezetett meditáció is, és az egész fesztivál arra épül, hogy az ember egy napot töltsön el a békében, érezze meg a belső örömet, kapcsolódjon a lélekhez, a lelki világához, és ebből vigyen haza valamennyit. És ezek a festmények, amikről beszéltünk, láthatóak lesznek? Igen, nagyon szép dekoráció lesz kihelyezve mind az előtérben, mind a fesztivál teremben. Tulajdonképpen egy kiállításnak is felfogható, tehát a szünetekben végig lehet menni, végig lehet nézni, egy-egy képnél elidőzni, kicsit lecsendesedni vagy ráhangolódni a képre. Érdekelne, hogy aki mondjuk nem alapítványtag, azokhoz hogy jut el ez az információ? Elmehetnek? Bárki elmehet, teljesen nyitott, illetve díjtalan a rendezvény. Bárki, akinek van kedve, akár egy órára oda nézhet, bekapcsolódhat. Én azt hiszem, mindenki nyer, aki valamennyit is részt vesz, vagy belekóstol ebbe a hangulatba. Ott az ember találkozhat a mester könyveivel is, a festményeink kívül, és vannak finom sütemények, finom konyhával várjuk az érdeklődőket. Tehát egész nap nyugodtan ott lehet lenni, mert Igen. éhen sem maradunk. Így van. Nem csak egy belső táplálékot, de egy külsőt is. Erre adunk. Is mondhatjuk azt, hogy egészséges táplálék, ami itt lesz? Igen, igyekszünk egészséges süteményeket, egészséges ételeket készíteni, ezek vegetáriánus, vegán ételek lesznek. Sokak pont a vasárnapot tekintik egy családi találkozás lehetőségének. Mehetünk gyerekkel is? Abszolút, persze. Tehát nekik sem unalmas, esetleg vannak olyan előadások, amik őket is jobban megfoghatják? Hát ez attól függ, hogy ugye hány éves a gyermek, ugye a gyerekek általában szeretnek izegni, mozogni. Szóval nem a legkisebbeknek szól egy... De mondjuk el tudom képzelni, hogy egy zene leköti őket mondjuk egy 20-30 percre, szerintem az már egy jó dolog. Meg hát érdemes, ugye már a 10 év körülieket esetleg egy kicsit felkészíteni arra, hogy hova is megyünk. Lehet, igen. Igen. Na, ha már szóba kerültek a könyvek, hát itt van egy gyönyörű, szép kiadás, és nem tudom, hogy nézőink mennyire emlékeznek, de több könyvet is bemutattunk már, ez a legújabb? Mondhatni, ez az újabbak közül egy, igen. Miről szól? Azt mondja, hallgass a természetre. Az alcíme harmóniában élni a földdel. Miért olyan fontos ez? Ugye a mai korban, ha csak az újságot kinyitjuk, vagy a tévét bekapcsoljuk, akkor nagyon sok dolog szembe jön velünk, hogy a természetet mennyire kihasználjuk, mennyire rosszul bánunk vele. És a természet, Sri Chinmoy úgy hívja, természet anya. Tulajdonképpen mi függünk tőle, a létünk függ a természettől, és itt Sri Chinmoy elég konkrét megoldásokat is ajánl az embereknek, hogy mit tehetünk, akár az ügyben is, hogy a természeti katasztrófákat hogyan kezeljük, vagy hogyan lehet akár a jövőben elkerülni ezeket. Nagyon érdekes és újszerű megoldásokat mutat a belső élet és a lélek szempontjából, ami nincs úgy a köztudatban benne.
Nagyon szép a kiadás, gyönyörű pasztell rajzokkal. Az egész olyan, mintha egy kicsit a lelkünket simogatná. Ha valaki többet szeretne tudni, akár magáról, a fesztivál napjáról, merre talál több információt? Van egy honlapunk, a leleknapja.hu ékezet nélkül. Itt a fontosabb információkat, meg úgy a programokat megtalálja az ember, hogy mire számítson a fesztivál során, milyen fellépők és hogy épül fel a program. És ha valakit a fesztiválunk névadója, tehát Sri Chinmoy érdekel, akkor ott a sricimoy.hu honlapot ajánljuk. Ott. Tehát ott magával a mesterrel lehet találkozni, megismerkedni, hiszen minden egyes sora egy nagy találkozás. Én legalábbis így érzem. Több rendezvény is van egy évben, amit az alapítvány csinál. Akár a régiekből, ha megemlítene egyet-kettőt, vagy térjünk rá mindjárt arra, hogy mi lesz még szeptemberben. Itt szeptemberben, most 22-én Győrben lesz egy futófesztiválunk, az is egy fesztivál már, tehát olyan hangulatot igyekszünk biztosítani a futók számára. Még lehet egyébként bekapcsolódni, vannak rövidebb távok is, 5 kilométeres, egészen az 50 kilométeresig a maraton fölött lehet nevezni. Ott is egy olyan hangulatot igyekszünk biztosítani a futás mellett persze, ami kicsit visszatükrözi a belső békét. Nyilván ez egy futó rendezvény, de azért a hangulatra mi nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát ez azt támasztja alá, hogy a test, lélek, szellemnek egyformán kell fejlődni, dolgoztatni őket, például akár futni, vagy akár meditálni. Így van, Sri Chinmoy filozófiájában ugyanolyan hangsúlyos a test, mint a lélek, tehát egy valóban spirituális ember nem hanyagolhatja el a testét, nem hanyagolhatja el a külső kötelességeit, vagy az életét. A kettő szorosan össze kell kapcsolódjon. A meditáció egyébként segíti a futást, segít a sport teljesítményben, ugyanakkor a... De hogy? Hadd ismerkedjük jó. Vele. Amikor az emberben kavarognak a zavaró gondolatok, zavaró érzések, akkor azt tudjuk, nem tud úgy koncentrálni, nem tud úgy, ugye sok, most nemrég volt az olimpia, ugye olimpikonok sokszor ezen buknak el, hogy egy zavaró dolog, zavaró érzés, nem tudnak úgy fókuszálni, koncentrálni, egy pillanatra kibillennek. És a meditáció egy belső egyensúlyba hozza az embert, egy belső erőt ad. A belső béke egy nagyon hatalmas energia, amit a test is tud használni. De gyakorlatilag bármilyen területet veszünk, a meditáció hozzá tud adni a szellemi képességekhez, a kreatív képességekhez, zenei vagy bármilyen képességet veszünk. De most ugye a sportnál maradva, Sri Chinmoy is futó volt, tehát ő futott maratonokat, ultramaratonokat is, súlyt emelt, és nem is kis súlyokat mozdított meg. Tehát ő nem egy olyan filozófus volt, nem egy olyan mester volt, aki vizet prédikált és bort ivott, hanem ő tényleg a saját példájával megmutatta, hogy itt tényleg sokkal többről van szó, és sokkal több képesség van bennünk, mint azt mi gondolnánk, vagy első látásra hinnénk magunkról. Tehát tulajdonképpen az alapítványnak ez egy célkitűzése, egyrészt megismertetni a mestert, másrészt foglalkoztatni az embereket? Mi leginkább a belső békére szeretnénk megtanítani az embereket, és a jó hír az, hogy ez tanulható, tehát ez nincs olyan, hogy elveszett helyzet, hanem nem csak a belső béke, de a boldogság is megtanulható. A kettő szorosan összekapcsolódik egyébként, és mi tartunk díjtalan tanfolyamokat, előadásokat, nyitott meditációkat országszerte, és itt az érdeklődők belekóstolhatnak ebbe a világba, illetve hát a saját belső világukba kaphatnak betekintést ezáltal. Tehát aki mondjuk úgy érzi, hogy most döbben rá, hogy neki szüksége lenne a lelkének egy belső nyugalomra, azok nyugodtan kereshetik az alapítványt, hogy én bizony szeretnék megtanulni nyugodt, békés lélekkel élni? Igen, igen. Van egy a
fő honlapunk, mondhatni, hogy a gunagriha.hu, ott vannak feltüntetve az előadások és ezek a programok, és oda bárkit szeretettel várunk. Hát én ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm egyrészt a könyvet, önök is lapozgassák, nekem elég sok van már meg, és én azt kérném öntől, hogy hívja meg nézőinket erre az eseményre. A Léleknapja Fesztivál szeptember 8-án vasárnap lesz 10 órától a Lurdi házban. Mindenkit szeretettel várunk, aki a belső békére, belső feltöltődésre vágyik. Ez egy egész napos program lesz, 10-től 6-ig ott leszünk az első emeleten, a Lurdi házban. Ha csak egy vagy két órára tud valaki eljönni, én azt hiszem érdemes belekóstolni a hangulatba. Várunk mindenkit szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, és most kedves nézőink, vegyünk még részt azokon a koncerteken egy kis bepillantással, amit Sri Chinmoy maga adott elő. Through my music, I try to offer my feeling of oneness, inseparable oneness. We are all one, we belong to one family, and music is a universal language. Mivel Szilvásváradra látogattunk már az első blokkunkban, úgy gondoltuk, hogy Szilvásváradhoz kapcsolódik Piller István gyógyszerész úr is, hiszen ő pedig ott él,
És mivel nagyon sok kérdés érkezett legutóbbi beszélgetésünkhöz is, így most megismételjük a lábfürdővel a vérkeringés javításáért című beszélgetésünket. Érdemes megnézni, még annak is, aki látta. Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, én tudom, hogy önök nagyon szeretik Piller István gyógyszerész urat, hiszen valami olyan különleges eredményt ért el kutatásaiban, ami bizony a szervezetünk egészére jó hatással van, pedig azt mondjuk, hogy csak egy lábfürdőt kell venni. Hát erről fogunk most ismét beszélgetni, nagy szeretettel köszöntöm dr. Piller István gyógyszerész urat. Azért jöttünk most még egyszer össze, kedves Piller úr, hogy átismételjük, amit tudnunk kell erről a különleges lábfürdőről, meg, ha megengedi, én a nézők által feltett egy-két kérdést is tolmácsolnám, mert hiszen ők a kíváncsiak, az ő kedvükre kell, hogy eleget tegyünk. Én kérnék egy kis rövid ismétlést, hogy tudjuk is, hogy tulajdonképpen azért ez a lábfürdő valami különlegesség. Így van, ez egy szén-dioxid gázt magába foglaló készítmény, tulajdonképpen a mofettának egy otthoni változata, lehet így mondani. Azért mondjuk el, hogy mi a mofetta. A mofetta az tulajdonképpen egy száraz szén-dioxid fürdő, de van egy nedves változat, amikor vízben oldva van a szén-dioxid. Ezt a változatot fejlesztettem ki tulajdonképpen, és így ez a lábfürdő tömény szén-dioxid gáz tartalmazó oldat, ami aztán jótékony hatású, elsősorban az alsó végtagi vérellátást fokozza, oxigénellátást javítja. Érdekes módon a szén-dioxidnak egy ilyen paradox hatása van, hogyha bőrön keresztül szívódik fel, akkor jótékony hatású. Mert ha egyébként nem, mert erre rákérdeztek a nézők többször is, hiába mondtuk el, ha nem mondjuk belélegeznénk, akkor mi történik? Az emberek általában úgy ismerik, hogy ez egy káros gáz. A szervezetből eltávozik, és ha bárhol a légzés során a szén-dioxid koncentráció magasabb, akkor az egy káros dolognak mondhatjuk, szervezetünkre ez így hat. Viszont ha a bőrön keresztül szívódik fel, mint ahogy ez nagyon sok gyógyfürdőbe például előfordul, hogy sőt, a nagy része a gyógyfürdőknek szén-dioxid tartalmú, plusz még esetleg kénhidrogén is van mellett, ettől aztán záptojás szagok van ezeknek a fürdőknek. A szén-dioxid színtelen, szagtalan, és ez egy kellemes lábfürdőt jelent, hogyha ebből a kristályokból elkészítjük. Tehát a találmány lényege az, hogy egy gáznemű anyagot hogy tudunk kristályba zárni? Igen, és utána a felhasználásnál ez a gáz nem a levegőbe illan el, hanem hát a oldatban marad, és igazából ki tudja fejteni a hatását. Tehát tulajdonképpen az a lavor víz, amiben belerakjuk a lábunkat, az tartalmazza azt a bizonyos gázt, amit addig a kristály tárolt. Így van, és onnan pedig nem fog a levegő beleillani, ami nagyon fontos, hogy hát ne a szoba levegőjében, hanem az oldatban maradjon, és akár több napig is ebbe az oldatba stabilan benne marad a szén-dioxid. Ez nagyon jó dolog. Kérdezték a nézők is, hogy jó, de hát egy lábvizet általában kiöntünk, itt mondhatjuk azt, hogy ne öntsék ki? Miután ez... Mondjuk egy nem, nap kétszer beletehetjük a lábunkat? Egyszer-kétszer használjuk, így a következő nap még a hatását megőrzi, úgyhogy nyugodtan lehet másnap is használni, hát így is javasoljuk egy kétnapos kezelésre.
hát naponta egyszer-kétszer lehet használni. Uh-huh. Ez azért jó most, mert valljuk be, hogy olyan meleg van. Hát milyen jó, ha van egy kis tálkába, lavorba víz, amiben akár többször leülünk, megpihenünk a melegbe, és beletesszük a lábunkat. Hát, ha csak abból indulunk ki, hogy életünk során a egyenlítőt kétszer körbe gyalogolhatjuk, akkor mondjuk ez a láb, ez megérdemli ezt a kis kényeztetést, hogy... Hát ezt nem gondoltam volna, tehát annyit járunk az életünk során, hogy egy ember ennyit megy. És ugye régen a lábfürdő az mindennapos volt az emberek életében, mert hát valahogy a akkori kultúrákban ez a napi rutinhoz volt, hogy a nap végén mindenki lábfürdőt vett, és ez gyakorlatilag felfrissült az emberi szervezet, és nem csak a láb. Uh-huh. Mert hát tulajdonképpen egy lábfürdő az általános hatású az egész szervezetre. Megint a nézőktől kaptam sok kérdést, és én ezt továbbítom önöknek. Arról kérdeztek, hogy hát hallottuk, hogy itt csomagok vannak, nem is egy, hogy akkor ennek nagyon nehéz a használata. Hát hogy kell használni? Gáz nyilván nem palackoztuk meg, meg nem is oldatott formájába, hanem ezek kis tájok formájában zártuk ezt a gázt, ami tulajdonképpen egy kétfázisú anyag, aminek a oldatba való reagálása során jön létre az a szén-dioxid, ami utána ott is marad, mert úgy állítottam össze ezt a készítményt, hogy a szén-dioxid gáz megtartsa az oldatba. Uh-huh. Ez nagyon fontos, hogy nem a levegőbe menjen ki. Tehát akkor most, hogy segítsenünk, hogy hogy is kell használni, van minden csomagban kétfajta zacskó. Egyes, kettes, vagy ahogy tetszik, AB zacskó, és ezek addig nem lépnek egymással reakcióba, amíg így különbe vannak csomagban. Természetesen a lényege, hogy ez hát csak nekünk laikusnak stabil, ez meg teljesen, kell értenünk. És amikor ugye ez a oldatba elegyedik, akkor szabadul fel úgy a szén-dioxid, hogy nem fog az edényből elillanni, hanem benne marad kémiai kötésbe, és szabad szén-dioxidként, amikor használjuk, akkor fejti ki a hatását. Mondja ezt a gyógyszerész, feltaláló. Én meg akkor mondom az egyszerűt. A legjobb, ha oda készítjük előre az edényt, amiben víz van. Meg egy kis ollót, mert azért az a legegyszerűbb, kinyitjuk a két zacskót. Beletesszük, nem, a lábunkat tegyük előbb, vagy a hát először el. A kristályokat kell beleszúrni, akkor létrejön ez a szén-dioxiddal telített oldat, és akkor utána lehet használni, hát kinek, hogy jó. Tehát akkor oda készítettük a lavort, kinyitottuk, beleszórjuk a két anyagot, és egy kicsit meglőgybőjük, ugye, hogy szépen... Hát, hogy jobb az oldatba menjen, elegyedjen. És a reakció végbe menjen. Tehát nem kell félni, abszolút nem bonyolult, és ha ez az oldat kész van, beletesszük a lábunkat, és vagy olvasunk, vagy nézzük a Te a Glóriával című műsort, vagy beszélgetünk a párunkkal, tehát nagyon kellemes időtöltés, és mellette akár hasznos is lehet, mert még borsót is lehet fejteni, miközben ez az érdekes szén-dioxid gáz. Így van, igen. Hat a szervezetünkre. És ha kiszálltunk belőle, megtöröltük a lábunkat, akár két óra múlva, akár visszaülhetünk, és még egy kicsit felfrissülünk. És hogy ez miért van? Igen. Miért jó? Hát ugye ezt el kell mondani, hogy ugye a szén-dioxid nagyon erős értágulatot hoz létre a kis ereknek, a mikrocirkulációt fokozza, és az oxigén ellátást pedig javítja. Tehát ezt a két folyamatot, élettani folyamat, ez nagyon lényeges. A szén-dioxid ezt mind a két folyamatot elősegíti.
Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy akár megelőzésre is használhatjuk, ha valakinek még rendben van a vérkeringése, még a szíve jól pumpál, és minden rendben van, és az erei sem merevek még, ugye? Mert gondolom... Természetes, hogy... hát bárki használhatja, eredmény az mindenképpen pozitív lesz, de erre csak azt tudom mondani, hogy a puding próbálja az evés. Ez így van. Próbálni. Ez egy mofetta, a házi mofetta, ami nem egyedüli, de ebben a formában mégis az. Uh-huh. Mert ugye a mofetta az egy ismertebb ilyen eljárás. De ahhoz el kell menni, az helyes, bonyolultabb, időigényesebb, még ez egy otthoni. Házhoz küldjük. Házhoz küldjük, ez jó. Házhoz küldjük az egészséget, még azt is mondhatnánk. Igen. Tehát megelőzésre is nagyon jó, de ha valakinek már problémája van a vérkeringéssel, az érrendszerrel, különösen a lábakkal, hát mi szokott megfájdulni legelőször? A lábunk. És igen, akinek van például érszűkülete, viszere, azoknak meg már különösen fontos, hogy karba tartsák magukat. Igen, hát miután ez egy nagyon erős értágító, oxigén ellátás javító hatású, érdekes módon a széndioxidról ezt nem gondolnánk, de ez ilyen. Uh-huh. Ezt a gyógyfürdők, elsősorban ez a mofettára értendő, ott ez bizonyított, hogy valójában értágító is oxigén ellátást javít, viszont otthoni körülmények között ez képes erre, nem kell elutazni. Egy vödörkel beleöntjük ezt a kristályt, és a értágító hatást otthon is tudjuk élvezni. Hát nagyon szeretjük, ha valakik ilyen jó dolgokat találnak fel. Na most el kell áruljak egy újabb titkot, de ez most még csak tényleg a kutatás állapotában van, hogy önök tovább dolgoznak valamilyen fejlesztésen, ami majd egyszer szintén elérhető így lesz? Van, hát a teljes testre vonatkozó lehetőség, megoldás, vagy megoldás, ami egy kádfürdő formájába történne. Itt a biztonsági feltételeket kell elsősorban biztosítanunk, ugyanis hát a széndioxid belélegezve az káros hatású, és hát erre vonatkozóan dolgoztunk ki olyan eljárást, hogy ez megoldható lesz így. De ez most még a kutatási stádiumban van, vagy hát már közel a megoldáshoz? Már igazából egy ilyen próbagyártással, uh-huh, hát abban a stádiumban van, és úgy néz ki, hogy pár hónapon belül ez is forgalomba kerül, és akkor hát a kedves nézők ugye meggyőződhetnek, hogy ez milyen hatású, addig marad a lábfürdő. Hát kedves nézőink, ugye sokan szeretünk bizony beülni a kádba, és úgy egy kicsit ellazulni, mert maga ugye a vízfelhajtó ereje is jót tesz, hát ha még aztán ebbe egy olyan valami kerül, ami az erekre különösen jó hatással, igen, van. Úgyhogy én kívánom, hogy akkor ez minél hamarabb már olyan stádiumba kerüljön, hogy elérhető legyen. Ön nem is egyedül dolgozik, ugye? A fiával együtt? Igen, a marketing részét a fiamra bíztam, ő ebben nagyon profi, és jól csinálja, mert azt tudni kell, hogy a gondolat az kevés, sőt, még a termék is kevés, ha már ott van. A piac az a mindenható. Hogyha el tudjuk a piacot érni, akkor van siker. Hát én azt hiszem, hogy sokunknak szüksége van egy ilyen fajta felfrissülésre és jobb közérzetre, úgyhogy mi ezt nagyon köszönjük önnek, és várjuk majd az újabb híreket. Hát, köszönöm a lehetőséget, és természetesen, ha valami újdonság, vagy sikerül még
összehozni, azt mindenképpen a tévénézőivel, a Tea Glóriában műsorban mindenképpen el fogjuk mondani. Hát ezt mi köszönjük, hiszen pontosan ez a műsorunk célkitűzése és egyben mottója is, hogy segítsünk, ahol tudunk, adjunk jó és új híreket arról, hogyan lehetünk még egészségesebbek. Kedves Piller úr, köszönöm, hogy itt volt, hogy velünk volt, hogy ránk szánta az idejét, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm a lehetőséget, és minden kedves nézőnknek jó egészséget, jó lábfürdőzést kívánok. Járunk az úton, de én már tudom, hol vár rám a boldogság. Távoli tájak hiába várnak, itt vagyok itthon. Bármerre mentek, ne keressetek ennél szebb virágokat, mert van egy sziget, egy csodás sziget, hol elfelejted gondodat. Nem tudom, már hétfő vagy kedd volt, mikor megismertelek. Szívem nyár öntötte el, nyíltak a szigeten a rózsák, ott bolyongtunk délután. Margit-sziget rózsái, szerelmeknek lángjai, gyújtsátok fel szívemben a volt szerelem. Margit-sziget árnyai, a szerelem vágyai, folyton vissza-vissza vár. Gyorsan elrepültek, oly szép volt a nyár, kéz a kézben álmodoztunk, árnyas úton összebújtunk, búcsúzni kell már, ó, az a nyár. Margit-sziget rózsái, szerelmeknek lángjai, gyújtsátok fel szívemben. Sziget árnyai, a szerelem vágyai, folyton vissza-vissza vár, ó, az a nyár. Margit-sziget rózsái, szerelmeknek lángjai, gyújtsátok fel szívem. Visszavár, ó, az a nyár.
torony pirül az ágon. Szárnyam, mint sólyom, nagyra tárom, távol valaki a földre hív. Len, pirosak a rózsák, tündérbókját várják, dús illatukkal elbódítják, a bús ifjút kiben fáj még a szív. Szél szívem, régóta
nyár volt, a szívem nyitva, és már megrészegített az éj. Lenn az utcán, tartott az ünnep, és te egyszer csak hozzám léptél. Nem mondtál semmit, nem kértem semmit, ó, csak táncoltunk órákon át. Eljött a hajnal, egy csöndes dallal, és te eltűntél mellőlem végleg, úgy tűnik végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Nyitva, és engem megszédített már az éj. Lenn az utcán, hozzám léptél, aztán ott hagytál oly könnyedén. Én most is várlak, még mindig várlak, hát ha eljössz még egyszer, majd értem. Itt lesz a hajnal, azzal a dallal, és te nem tűnsz el mellőlem végleg, nem hagysz itt végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. 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 Még mindig várlak, hát ha eljössz még egyszer, majd értem. S itt lesz a hajnal, azzal a dallal, és te nem tűnsz el mellőlem végleg, nem hagysz itt végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Magam, ez a kérdés rég megoldott talán. Ilyenkor együtt jön egy fiú és egy lány.
egészségünkre. Hát, kedves nézőink, 17 év alatt ugyancsak sok témáról beszéltünk, talán nem is egyszer, és mégis most sikerült találni egy olyat, amiről még soha nem volt szó. Éliás Tibor természetgyógyász mindig odafigyel önökre, és úgy tudom, hogy ez az ötlet is valahogy a nézőktől jött. Igen, hála Istennek, és köszönöm. Nagyon sokan felhívnak, és köszönöm a bizalmat. És én vagyok olyan kutya, amely kiszimatolja azt, hogy az önök kérésére mi a válasz. Tehát utána nézek a dolgoknak. Erre még a 17 év alatt tényleg nem volt precedens, és ráadásul egy olyan szakember hívott fel, aki orvos, és a családjában van probléma, és természetesen, hogyha egymód van rá, akkor nem vegyszereket adunk hozzá, vagy ellene, hanem természetes anyagokat. De először talán beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne megelőzni a betegségeket. És hogyha már a zsírmájat említetted, azt hiszem, hogy a májról nagyon sokat kellene még tanulnunk mindenkinek, nekem is. Mert most, amikor alaposan körülnéztem, kiderült, hogy hát gyakorlatilag bármi, amit megtetszik enni, bármi, legyen az rágni kell, vagy nyelni kell, bármi, minden a májon megy keresztül. Hát tehát a tisztítószerünk, legalábbis mi ennyit tanultunk róla. Azt hagyjam, hogy tisztító, méregtelenítő. Uh-huh. Tehát annyiféle mérget viszünk be naponta a szervezetünkbe, és nem csak étkezés formájában, a levegőből, az italokból, a vízből, bármiből. Most ez a máj hihetetlenül sokat dolgozik. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a szívünk mennyit dolgozik. Persze, és a vesénk, és a májunk, minden szervünk éjjel-nappal dolgozik azért, hogy ön, én, te, mi, ti, ők egészségesen éljünk. Nekünk egyetlen egy feladatunk van. Ne terheljük túl ezeket a szerveket, mert akkor aztán jönnek a problémák. És hát ez ügyben én nagyon hálás vagyok ennek a kedves úrnak, hogy felhívta a figyelmemet, és utána néztem alaposan. És megváltoztatom az étrendemet. Rájöttem arra, hogy én is nem vagyok kövér, de mégis sok... Dolgoztatod a májadat? Sok szénhidrátot fogyasztok. Ja, az az egyik nagy az ellenség? Az egyik nagy ellenség. Mint mindennek az egyik nagy ellenség a szénhidrát. Ugye megkülönböztetünk alkoholos májat és az úgynevezett zsírmájat. Az alkoholos máj, hát nem kell mondanom, hogyha valaki nagyon sokat iszik és eszik és dőzsöl, felpuffad a máj. Amikor ilyen nagy pocakot látunk, az nagyon sokszor azért van, mert a máj fel van puffadva. Viszont a zsírmájnál is ugyanez a helyzet. Pedig nem iszunk alkoholt. Tehát megnagyobbodik. Megnagyobbodik bizony. Akkor ezért volt egy barátnőm, valamiért az orvosok vizsgálták, és úgy odaszólt az egyik a másiknak, hogy sokat piál a nő mi, és soha életében nem ivott, viszont nagy volt a mája. Igen, ebben az esetben nagyon sok oka lehet, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb ok a táplálkozás módszer. Uh-huh. Tehát meg kell különböztetni, hogy mi az, ami fontos a szervezetünknek, és mi az, amit amúgy is kap eleget. Hát a szénhidrátból kapunk eleget. Nem tudjuk kikerülni, és nem is akarjuk, mert azért nem leszünk műszik, hogy csak zöldet együnk, hanem... És még a sárgarépában is van. Van, de... Na de abban nem olyan... Cukor van. Jó. Úgyhogy... Kérem szépen, akkor visszatérünk a komoly dologra. Szóval a táplálkozás az egy rendkívül... Hamarosan felkészülök egy igazi táplálkozási témából, de most maradjunk a májnál. Tehát a zsírmáj. Először is milyen tünetei vannak? Vagy mi okozza? Már belekaptam abba, hogy ugye mindent eszünk, még a méreganyagokat is levegőből, vízből, ételből akaratunk ellenére. De hogyha jobban odafigyelünk, akkor egy csomó mindent ki lehetne szorítani. Tehát például a kristálycukrot, vagy egyáltalán a répacukrot, amennyire lehet, csökkentsük le. Lehet mással is édesíteni, de nem a szintetikus édesítőszerekkel. De például a nyírfacukor, vagy a stevia nevű gyógynövény, amely egyúttal egy fantasztikusan, több, azt hiszem több százszor több
édesítő hatása van, mint a répának, már mint a cukorrépának. Uh-huh. És hát abszolút semmiféle problémát nem csinál a szervezetünkkel. Tehát nem úgy, mint a kristálycukor, vagy egyéb cukor. Aztán a cukorban még vannak, még ennél a kristálynál sokkal rosszabbak az úgynevezett ipari cukrok, meg a melassz és a többi. Amit bizonyos gyárak belekevernek bizonyos élelmiszerekbe. De most maradjunk az otthonnál. Tehát én azt mondom, hogy ilyenkor nyáron lehetőség szerint a legtöbb zöldséget, gyümölcsöt. Mert fel kell tölteni a szervezetünket azokkal a természetes anyagokkal, amivel évmilliók óta táplálkoztunk. Most az, hogy nekünk bizonyos szénsavas üdítők, színesek, stb. Stb. Bekerültek az életünkbe. Hát ismerek embert, gyerek, és naponta megiszik egy ilyen másfél-két literes színes szénsavas üdítőt. Hát elég borzasztó. Azt én írásba adom, és bármiben merek fogadni, hogy 5 éven belül ennek a gyereknek súlyos problémái lesznek. És nem biztos, hogy csak zsírmáj, sok minden más is. Tulajdonképpen ez a zsírmáj nem egy divat téma. Alig hallunk róla, a média nem törődik vele. Na majd mit csinálunk belőle? Mert komolyan mondom, azon gondolkodtam, amikor ide készültem, hogy hogy tudok ezt fél óra alatt megbeszélni, sehogy. Inkább arról beszélnék, hogy hogyan vesszük észre. Tehát először is, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ez ne forduljon elő. Persze beszélek arról is, hogy mi lesz a következménye. Tehát az alkoholról most tényleg nem beszélek. Nem az a baj, ha valaki megiszik esténként egy fél deci valamilyen likört, vagy konyakot, vagy bármit. Ennyi a szervezetnek nem árt. Az a baj, hogy ez második, harmadik, negyedik, ötödik következik. Akkor már alkoholos májra számíthatunk. Viszont a táplálkozásban, este 7 óra után, hát nézzenek rám, most komolyan mondom, én 12 kilót fogytam az elmúlt hónapban, pedig nem voltam kövér. Tudják miért? Mert nem vagyok hajlandó este 7 után semmit sem enni. Ha iszom, akkor csak vizet iszom, vagy gyümölcslevet. És nem fogyok, uráztam. Tehát automatikusan a szervezet, hogy beáll egy optimális súlyra, ami egy ideális a magassághoz képest. Hogyan veszük észre azt, hogyha a zsírmáj keletkezik? Ki dudorodik? Hát az már tudom, nagy baj, amikor ki fog dudorodni egyébként, mert a máj meg fog növekedni a mérete, és hát egy idő után az már kóros lesz. De olyan jelek vannak, ami sajnos összehasonlítható, vagy összetéveszthető más problémákkal is, mint például az, hogy idegesség, fáradtság, kimerültség érzete, az ingerlékenység, a széklet minősége, és sok olyan apróság, ami normális emberi kapcsolatokban nem nagyon szokott előfordulni. És olyankor már lehet gyanakodni, hogy hoppácska, nem terhelem túl a májamat, az emésztőrendszeremet, ahogy szoktuk mondani, mert ugye nem csak a májra emésztünk. És ebben az esetben már el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy mit is tegyünk, hogy ezt a súlyos problémát megelőzzük. Mert amikor már a májnak orvosi beavatkozása van szüksége, ott már többféle betegség is felütheti a fejét. Az elsődleges az, hogy sokan mondják, hogy nem szabad sok kávét meg teát inni, mert a tein meg a koffein az ilyen meg olyan meg amolyan. De a zsírmájnál kifejezetten ajánlott, hiszen olyan anyagok vannak benne, ami ezt a bizonyos elzsírosodást segít csökkenteni. Tehát nem azt mondom, hogy 12 kávét igyon meg naponta, de egy 2-3-at minden további nélkül, de ha a koffein érzékeny, akkor koffeinmentes kávét igyon, mert nem a koffein fog nekünk segíteni, hanem a kávénak olyan beltartalma, ami magában a kávé szemben is benne van, és a pörkölés közben egy olyan átalakulás megy végbe a kávéba, ami a zsírmáj leépítésében nagyon jó szerepet játszik, de ugyanez van a tejánál is, a tein hasonlít a kávéban lévő ilyen anyaghoz. Nem mondok latin neveket, mert felesleges megtanulni, meg elfelejtjük.
A másik, ami nagyon fontos, hogy sok folyadékot ígyunk, de nem alkoholosat természetesen, és ha lehet, ne színeset. A színes alkoholoknak a 90%-a festék. Cukros, vagy festék. Festék, uh-huh. Hát a színesnek festék, és a cukor. És a cukorból is nem a otthon használt kristálycukor, hanem egyéb cukrok. Uh-huh. Ennek ellenére azt mondom, hogy sok folyadékot kell írni. Én már változatlan azt mondom, hogy ha nem megfelelőnek érzi azt, hogy a csapvizet igya, akkor tegye be a hűtőszekrénybe, és tavasszal csináljanak különböző szörpöket kevés cukorral, és akkor ízesítsék otthon saját maguk. Én például már azt is megcsinálom, hogy másfél literes ásványvizet veszek, de a fél literes betöltök, beteszem a hűtőbe, és mikor elmegyek, viszem magammal a hűtött fél literes vizet, az egy útra elég. De ha megállok valahol megvenni, akkor többszörösét fizetem, de hát ez zárójel. A zsírmájnak a legfontosabb következménye az, hogy magával vonz egy csomó betegséget. Tehát az elsődleges a táplálkozás és a különböző vegyi anyagokat tartalmazó anyagoknak a abszolút kiiktatása. A második, hogy ne terheljük túl a gyomrunkat, a májunkat, ugye? Mert őnek ki kell azt mind átvizsgálni, hát, amit hát leküldünk. Hát nekiadok marha nagy fel, saját magammal szúrok ki, nem? Tehát nézzük meg például a franciákat, vagy az olaszokat, vagy bármelyik a mediterrán környezetben élő népet. Nem eszik ám így. Náluk egy ebéd, pláne egy ünnepnapi ebéd, vagy karácsony, vagy vasárnap, az egy óra, ha nem több. Mi meg azon versenyzünk, hogy na, ki lesz az angyal gyerekkorunkban, amikor nem akartuk megenni a spenótot. Imádom. Szóval a táplálkozásunkban egy kis rendet kéne csinálni. Tehát én azt mondom már ezt itt a tévében, Gloria műsorában számtalanul elmondtam. A reggelt úgy kell kezdeni, hogy egy pohár csapvizet iszom. Lehet beletenni egy-két olyan dolgot, ami segíti az ébredésünket, meg a szervezetünknek a regenerálását, szódabikarbónát, vagy más olyan anyagot, ami éppen az orvossal megbeszélve aktuális volna, de ne felejtsük el, hogy minden előtt vizet, pláne ilyen időben. Aztán az reggeli. Nem, ne szalasszuk el. A reggelinek nem kell túltáplálni megint. Egy-két tojás így vagy úgy. A kemény tojás újabban állítólag, nem próbáltam, mert nincs rá szükségem, meg lehet szüntetni vele a nagy pocakot a kemény tojással. Na de hát nem lehet 10 darab kemény tojást reggelire megenni, 2, és a joghurt vagy a kefir. A kefir még jobb, mert kevés zsírtartalma van. A tejzsír is ártalmas, ha sokat eszünk belőle. Tehát a kefirt úgy magába, vagy egy kis valami ropival, és utána jöhet egy teljesen egyszerű, de normális reggeli. Egy rántotta, egy sonka, egy körözött, vagy bármi, de ne induljunk el reggeli nélkül. Mert nem nyílik meg az epink, nem táplálja a májat. Te puskáztál az agyamba. Igen, belenéztem. Ezt akartam mondani. Hát már ilyen, ennyi idő után. El is várom. Szóval, még mindig a zsírmánynál tartunk. Muszáj ilyenkor orvoshoz fordulni. Vagy megkérdezni a Tibort, hogy a természet mit ajánl nekünk. Hát gondolom, sokan csak akkor veszik észre, amikor kapnak egy leletet, mert nem nézegetik magukat, viszont ezt kéne hozzád elvinni. Tudnék, nagyon nagy baj van, mert már annyi minden területről kapunk negatív információkat, a szervezetünk, azt se tudjuk, hogy hova kapjunk. Jaj, most a fejem fáj, jaj, most szédülök, nem tudom, miket éreznek. De éreznek olyan dolgokat, ami nem normális, vagy nem szokványos. És ilyenkor oda kell figyelni. És beszéljük meg, hogy milyen esetekben mi a megelőzés lehetősége, és mi a megoldás lehetősége. A zsírmáj esetében mondtam a teát, a kávét, de ez csak egy dolog.
kérem szépen, lehet olyan gyógynövényeket használni, amelyek megszüntetik ezeket a dolgokat. Nem akarom végig sorolni a szilimarintól kezdve, a rengetegféle van, de én önökért vagyok, és nagyon utána néztem még Kínában, ott is tanultuk, ott is van a zsírmány. Egy nagyszerű receptet, amit most előhúztam, megcsináltam, és ezzel a kedves úrral megbeszélve, aki egyébként orvos, és többet nem mondok, azt mondta, hogy hallod, ez egy teli találat. No, hát akkor a teli találatot fogják ők használni. Remélem, hogy önök közül is olyanok, akik meg akarják előzni a nagyobb problémákat. Hát köszönjük szépen, Tibor, és azt tudom csak önöknek mondani, hogyha akár egy kitapintással, akár egy ultrahangos vizsgálat után olyan leletet kapnak, hogy önöknek máj megnyom, nagyobbodásuk van, vagy éppen zsírmáj, akkor forduljanak a természetes utakhoz, és forduljanak Éliás Tiborhoz, hogy hogyan is lehet ezt. De még egy rövidke mondatot, hogy a zsírmáj esetében a széklet ürítésében is gondok vannak, és ez is egy nagyon erős jel lehet, hogy ott komoly problémák vannak, és abból meg még nagyobb problémák lesznek, ha ez a széklet ürítés nem lesz normális egy belátható időn belül. De erre is van a természetnek nagyon egyszerű megoldása. Szóval hengergeti a további lehetőségeket. Igen. Hát köszönjük szépen, Tibor, és én akkor azt mondom önöknek, ha akár az orvos tapintással, akár ultrahanggal, vagy bármilyen módon megállapította önöknél ezt a betegséget, akkor érdemes a természetes módszerekhez fordulni, illetve Éliás Tibortól megkérdezni, hogy milyen természet, jóság, megoldás van arra, ami nekik éppen problémája. Van egy mondásom. Ami a természetben elromlik, arra a természetnek van megoldása. Csak tudni kell, hogy mire, mit, mennyit, mikor, hogyan, miért. És ez tudható. Kedves nézőink, ezzel véget ért mára a Tea Glóriával adása. Hát bizony, megint tanultunk jó sokat, de jól is éreztük magunkat, programokat ajánlottunk. Én kérem, hogy figyeljenek oda az életükre, nem véletlenül a műsornak is az alcíme egészség, életmód, kultúra. Ez bizony mind függ az adott ország kultúrájától, függ attól, hogy mi magunk milyen életet viszünk. Aki szeretne többet tudni a műsorunkról, annak ajánljuk a weboldalunkat www.teaglóriával.hu. Van Facebook oldalunk, már önök kívülről tudják, hogy a műsor címét kell beírni, illetve, ami nagyon fontos, az a műsor állandó telefonszáma, ami így hangzik, 0629 340 330. Ezt kell reggel 9-től, akár este 9-ig hívni, ha bármilyen információra van szükségük. Nézzék az ismétléseinket csütörtökön 15 óra, pénteken 13 óra, szombaton 18 óra, és vasárnap reggel 8 óra. Aztán hozzuk az új érdekességeket a műsorba, de addig is éljenek egészségesen.